Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Tegnap zajlott a Fekete-Vörös Mart iskola felújított tornacsarnokának átadása. Elsőként ide látogathatnak el velünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnok felújításának átadási ünnepségén. Mint arról már széles körben értesülhettek, és most láthatják is, a város vezetésének, a pályázat elkészítőinek és megvalósítóinak köszönhetően az elmúlt tanév során megújult iskolánk tornacsarnoka, öltözői és vizes blokkja. Az Ajkai Kézilabda Klub 2015. évi sportfejlesztési programjának keretében vállalta a városi intézmények működtető szervezete a tornacsarnok felújítását. Mi, a Fekete-Vörös Marti iskolában dolgozók és legfőképpen tanulóink boldog haszonélvezői lehetünk a megújult létesítménynek. Ezennel felkérem Schwarz Béla polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntőjét és adja át a létesítményt. Tisztelt sportoló, kedves vendégeink! Sportosan szeretném ezt a létesítményt átadni. Ugye rövid története a következő. Amikor a tavos program Magyarországon beindult, mi már kezdet-kezdetén, hogy úgy mondjam, ráharaptunk erre a dologra, és több létesítményt sikerült felépítenünk és megújítanunk. Ugye a labdarúgásban végzett ilyen tevékenységet mindenki láthatja a FC Ajka különböző területein, stadionjában. Aztán a kézilabda, ugye, amelyik a másik nagyon előkelő helyet foglaló sportágunk, szintén kihasználva ezeket a lehetőségeket, működési költségre és másra is eredményesen pályázott. Itt most az ő jó voltunkból avatjuk fel ezt a újjávarázsolt tornacsarnokot, és szeretném megköszönni Meitzinger Józsefnek, a kézilabda klub elnökének ezt az igazán jó pályázatot, amivel elnyertük azt az összeget, amivel a felújítás megvalósult. Hogy erre a létesítményre esett a választás, azt a Löbeli és a Poppenputhof két vállalatának köszönhetjük. A Poppenputhof ügyvezetői Gellér László és Földing László igazgató kezdeményezték, hogy konkrétan ez a létesítmény legyen a felújításnak a célja. A Löbelié pedig azzal járult hozzá, hogy a finanszírozás egy részét biztosította. Valamennyiüknek szeretném ezt külön is megköszönni. És hogy mi készült el, egy felsorolást mondanék. 5 darab öltöző teljes felújítása valósult meg. 1000 négyzetméter sportpadló, Dukán László úr, a Avép Kft. Ügyvezetője, akit szintén itt köszönhetünk, jó minőségű munkát végeztek, és a Laci szerint ez világszínvonalú padló. Hát remélem, hogy egy-két év múlva is ezt fogjuk tudni mondani, hogy ha nem kell hozzányúlni. A fűtési rendszer felújítása valósult meg, a pályán felfestése, 2 darab kijárati kapu, mennyezet, falak, mázolása és festése. A teljes munka költsége 66 millió forint volt, ebből az önrész 21 millió forint és 45 millió forint volt a társasági adó felajánlás annak a két cégnek a részéről, akiket már az előbb megemlítettem. Ugye mi a létesítményfejlesztéssel azt szeretnénk elérni, ennek a sportban meg lenne az eredménye. Tehát joggal várja mindenki a kézilabda klubtól, az elnök úrtól és a játékosoktól is, hogy ennek az idénnek a végén visszakerüljünk az NB1-be. Én ezekkel a szavakkal adom át a csarnokot, és felkérem Meitzinger Józsefet, a kézilabda klubnak az elnökét, hogy vegye át tőlem. Polgármester, igazgatóasszony, kedves vendégek!
és nagyon sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Én úgy gondolom, hogy igazi klasszikus, szép együttműködés az, ami a sportcsarnok felújításával kapcsolatban az elmúlt egy évben közöttünk történt. Említeném itt a városvezetést, Ajka város meghatározó cégeit és egy civil egyesületet, a kézilabda klub Ajkát. Az elmúlt években bizony minden évben komoly problémát jelentett, hogy hál' Istennek a nagy számú, több mint 100 főt elkerülő, meghaladó egyesületi sportolóink számára megfelelő edzés lehetőséget biztosítsunk. Úgyhogy úgy gondolom, Jákli Péter polgármesterről rendszeresen hallott róla, hogy nem tudjuk megoldani már a városi sportcsarnokban az edzés lehetőségeinket, az edzések megfelelő számával. Ezek után javasolt a polgármester úr, hogy hát tegyünk együtt, próbáljuk meg közösen megoldani ezt a dolgot. Így került szóba ez az iskola, ez a tornaterem, és én úgy gondolom, hogy a pályázati pénz, amit a Ajka város vállalatai számunkra biztosítottak, jó helyre került. Biztos vagyok benne, hogy megfelelően fogja szolgálni Ajka város fiataljainak az érdekeit, és természetesen aztán ebből az iskolából jól előképzettséggel fogunk játékosokat kapni a kézilabda klub Ajkához, és lehetőséget biztosít arra, hogy minél előbb, minél több helyi játékosokkal egy osztálya magasabb szintre lépjük a kézilabdát. Polgármester úr, még egyszer nagyon szépen köszönöm. Hasonlóképpen a közreműködő építési iroda, a kivitelező részéről is azt a nagyon korrekt, magas szintű együttműködést, amit tapasztaltam. Köszönöm szépen! Az ünnepélyes átadás a férfi kézilabda csapat bemutató mérkőzésével, majd a HSE kosárlabda csapata és az Ajkai kosárlabda egyesület csapatának bemutató mérkőzésével zárult.